Szepesi Tibor polgármester tájékoztatása szerint a támogatásból a település belterületi csapadékvízelvezető hálózatához kapcsolódó öblözet vízi létesítményeit fejlesztik, hogy megóvják a csapadék és belvíztől a lakó ingatlanokat és a köztulajdont. Az új záportározó rendszerébe való bekapcsolással a terület hasznosítható vízkészletének időbeni megoszlása is javul. A tervezési szak már lezárult, a közbeszerzési eljárás után a beruházást várhatóan még idén befejezik, tájékoztatott a polgármester. A projekt során fejlesztik a városi főgyűjtő csatornát, több mint 11.500 méteren épül csatornahálózat, vagy az ahhoz kapcsolódó áteresz kapu bejáró. A beruházás része egy 4.200 köbméter hasznos térfogatú záportározó, illetve egy csapadékvíz átemelő telep kialakítása is. A kettes számú öblözet több mint 200 hektáros területen fekszik, ahol jelenleg is mintegy 30 kilométeren található valamilyen csapadékvízelvezető, illetve szikkasztó létesítmény.